Június 6-án vezette be a MÁV az ideiglenes, rugalmas járványügyi menetrendet. A Nemzeti Vasút Társaság és az Innovációs és Technológiai Minisztérium a koronavírus járvány miatti utasszámcsökkenéssel magyarázta a ritkítást. A belföldi utasforgalom március és május között körülbelül 70%-kal maradt el a tavalyi év azonos időszakának forgalmától. A regionális járatok többségén átlagosan még 10-en sem utaztak. Ennek megfelelően 18 mellékvonalon csak napi egy vonatpár közlekedik már 6. hete. A vonatritkítással sújtott települések polgármesterei tiltakoztak a döntés ellen. Így tett Abátszalók, Kisköre, Kisújszállás és Kunhegyes település vezetője is. Mindannyian azt kérték, hogy állítsák vissza a vírushelyzet előtti menetrendet. Szabó András a megyén túl is talált szövetségeseket, hiszen a Kálkápolnak Kunhegyes, vagyis a 102-es vonal mentén még 7 Heves megyei település fekszik. Kaptuk a vezérigazgatóval, megnyittatóval, mind a 8-an gondolom, hogy a mellékvonal kiszolgálása társaságunk megítélése szerint továbbra is fontos része a szolgáltatásainknak, és örülünk annak, hogy a fejlesztési javaslatainkat látva önök is így gondolják. Tehát, sőt, még a személyvonaton lesz egy kerékpárszállításra alkalmas fogyászteres mellékkocsi is, ahogy a vezérigazgató úr írta. Teljesen megnyugtató a vezérigazgató úrnak az írása vagy a válasza ránk, és nem beszélve arról, hogy nálunk is, meg látom Kenteresen is, felújítják az állomás épületét, ami már nagyon régen történt, meg most teljes mértékben felújítják. Mától a volánbusz felett a tulajdonosi jogokat a MÁV gyakorolja. Ezzel függhet össze, hogy azon a 10 mellékvonalon, ahol visszaáll az eredeti menetrend, az autóbuszjáratok is megmaradnak. Bártfai Máger Andrea nemzeti vagyonkezeléséért felelős tárcanélküli miniszter elmondása szerint a közös stratégiai irányítással hosszú távon egységes lesz az autóbuszos és a vasúti menetrend. Egységes jegy- és tarifarendszert vezetnek majd be, és összehangolják a vasúti ráhordóhálózatokat és csatlakozásokat.